Sebestyén Balázsnak küldjük a következő felvételt, illetve a következő játékot. Az egész csapat nagyon szereti a játékot, az egy perc és nyersz. Eljött a pillanat, hogy a két kiváló versenyzők megmutatja, hogy hogyan játsz a játékot. Magát a feladatot azt ismerik szerintem a televízióban, minden nap látják. Fölfűzök ide 5 darab M12-es csavart erre az imbusz kulcsra. A játékosoknak egy imbusz kulcsra felfűzött 5 darab M12-es csavart kell egymásra helyezniük úgy, hogy nem érhetnek kézzel a csavarokhoz. Ha nem sikerül a feladatot egy percen belül végrehajtani, vagy a torony összedől, a játéknak vége. Egy perced van, elindult. Ott van a Nagyon jó, de ez az alap, ez tökéletes. Komolyan, tehát mint bíra, azt kell, hogy mondjam, hogy profi a csávó. Négy, te vagy a bíra? Négy. Négy, és most egy féktárt a csere. Még 12 másodperc, 10, 9, 8. 10 másodperc, kicsit drukkoljunk neki. Gabi, jó lesz, jó lesz, jó lesz. A probléma a következő, a helyzet, hogy döntetlen a játék. A másik, amit azt gondolom, hogy itt a boxban meg tudunk csinálni, az a cipő le, és dobjuk fel az asztalra a cipőt. A játékosoknak egy cipőt kell adott távolságról egy asztalra lendíteniük lábbal úgy, hogy az az asztalon maradjon. Ha a feladatot nem sikerül 60 másodperc alatt végrehajtani, a játéknak vége. Fúj, de büdös van! Mi csinált? És dobáltok a cipőtökkel a picsáról! Ne hülyeskedj, hát fogadás van még! Pillanat, menjetek innen! Nyíkhajó! De 500 euró! Figyelj! Tegyünk le némi nemű készpénzt oda, hogy ha én most feldobom, akkor mi történik? Jó, ez volt a vezetés, Zoli. Eddig akartunk bevenni a játékba, figyelj! Soha ne dobtul a gyávot! 10 euró? 10 euró. De adod, hogyha ha egy, a kihagyod, ennyi. Kihagyod, akkor adod a 10 eurót, az a szar. A lényeg az, hogy ott kell megállni? Igen, föl kell megállni. Jó. De ha nem 1, 2, 3. Eztektek! Ezt, apukám! Miért vagyok én csapatfőnök? Mit gondoltok? Miért vagyok csapatfőnök? Tessék! Magparci, vízisikló, meg mit tudom én a testével, komolyan. Nem, ezt kell csinálni, gyerekek. Ezt kell. Balázs, ezt kell, érted? Ezt kell. Lelkiismeret furdalásom van. Amíg mit szórakozunk, a Digita Box másik oldalán motor cserélnek. Azt tudod mi? Kivenni egy motort egy kocsiból, visszatenni? Nézzetek be a vállak fölött. Mit történik? Amíg mi ott játszunk, itt azért dráma zajlik. Kérlek szépen, motort cseréltek a Weber, vagy motort cserélnek a Weber Gabinak az autójában, mert a nagy izgalomban elfelejtettük leállítani a motort, és ennek a motornak a vízhűtőjén nincsen ventilátor, ami az utcai autónál ezt lehűteni. Tehát felfort a víz. Hogyha oda lenézel, és kérem, hogy nézd le, szóval, hogyha oda lenézel, akkor látod, hogy kicsapodott rajta az arany. Tehát olyan forró volt a motor, hogy 3 kiló arany jött ki ide a motor. Itt van neki elrejtve, mert nagyon, nagyon izgul a versenyzés. Mi történt? Ezt vizsgáljuk meg, ezt az ügyet. Hát, popsi törlő. Ez a szádat például most mindjárt kitörlöm akkor. Azért jó, mert egyébként már annyiszor kitöröltem a Szabinak, hogy ennyi végig is beleférne. Jó, egyébként annak idején nagyon nagy csatákat vívtunk Gabival, és csak a súlyának köszönheti, hogy elvert. Igen. Menjünk haza, nem aludni. 8 óra van. Sose lesz.